Pará, a faxok csak jönnek, előbb-utóbb nem fogom tudni elolvasni őket. Egy kicsit tálozzunk a mai fax termésből. Kedves császármorzsák, tüneményes a stílusod, végre valami más ebben a dobozban. Üdvözöl egy nagymama, jó reggelt, Balázs Anda, Szentendre. Mutatok valami olyasmit, ami pillanat. Na tessék! A geszti jobb volt. Ezzel semmi problémám, egyedül azzal van problémám, hogy a fax általában megmutatja, hogy milyen telefonszámról küldték. Kedves Péter, örülnék, hogyha ráírnád a fax-számodat, és akkor küldünk neked is faxot. Következzen... Az 5 éves fiamnak, Jamcsik Ádámnak, te vagy a kedvence. Zárójelben nekem is, tök jó az FLM, ha tudtok, adjatok le tőletek számokat. Még egyelőre nem. Szia előttke, nagyon jó a műsorod, most épp a takarítónők megy. A barátnőmmel, nem a takarítónőddel, várjuk, hogy megmutasd a faxot, amit küldtünk. Szerintem mi voltunk az elsők, mert a fax hangot nekünk adták meg először. Holnap találkozunk a DJ bajnokságon, igaz, jegyünk még nincs, de majd lesz. Köszi, és szia, Vanyák Gábor és Moncsi utóirat, az első faxon volt egy Garfield. A Garfieldos faxot nem kaptam meg, mindjárt megnézzük. Tisztelt Kaiser Kond, bocs kuka, bocs habci, bocs ős, bocs előtted is voltak. Ez egy a faxz. Puszikálunk, az első osztály. Perfect Design. Tessék, itt a design, és elmondjuk a Perfect Designról, hogy, hogy a Perfect Design így is néz ki. Igen. Na, ne hagyd ki a faxunkat. Zoli, ezt nem tudom elolvasni. Tessék. Akkor Kaiser Kond, ezt egy párszor sikerült leírni. Igen, puszikálunk első osztály. Szevasz előttke, szeretnék boldog új évet kívánni az egész stábnak, valamint a Budai Nagy Antal gimnázium összes tanulójának. Csíkos, szuper a műsor. Kedves előtt, császár morzsában gazdag boldog új évet kívánunk nektek, és főleg magunknak, ugyanis a műsor nagyon jó. Sok sikert a továbbiakban. PS, ha esetleg talán netán mégis véletlenül beleférne a programba, akkor kérnénk egy Earth Songot. Köszi, üdv Pécsről, Renáta és Péter. El kell mondanom adalékként, hogy délelőtt láttam egy magazin műsort a televízióban, amelyben a Michael Jackson Earth Song című dala, azért ha jól emlékszem, akkor körülbelül 5 perces késéssel egymás után ment le, úgyhogy aki a Michael Jackson notára kíváncsi, nézze délelőtt a magazin műsort. Tisztelt Kaiser Kond, sziasztok császármorzsákok, mint ahogy azt az előbb kijavítottad. Sajnos a vonalatok annyira foglalt, hogy nem tudtalak titeket felhívni, ezért kénytelen voltam faxot küldeni. Nagyon szeretném, ha leadnátok az E17 új lassú számát, a címét sajna nem tudom. Hát akkor én meg honnan tudjam. És az FLM megtalálok még című számát. Kevesen tudják, ó, jönnek az új faxok, hogy az FLM megtalálok még című számának nem sokára megszületik a vadonatúj verziója és a vadonatúj címe. A címe az lesz, megdarálok még. Tessék! Pará. Sokan kérdezték, honnan van a micimackó. A micimackót angliai körutamon vettem valahol Glasgow környékén. Császár előtt kinek micimackó és tigris játszik. Nem tudom elolvasni, sajnos. És mondd, Mackó, te is imádod a takarítónőt? Csak! Boldog új évet kíván, micimackó, a csekély értelmű medve, bocs, Honey Eper 1995. Mi az, hogy 1995? Ez tavalyi fax, akkor kinek kell ezt? Nekem küldtek egyáltalán? Mindenkinek, Bujék, Hali, Niki, na, akkor most azt hiszem az idei fax termés egy darab részét elfogyasztottuk, én kinyitom a mandarinomat, és következik egy technodal, ami a Gaijin nevű formáció, és akinek ismerős a dal, az nyugodtan harapjon bele a saját fülébe a dal, ugyanis az a dal, amire mindenki emlékszik valamikor ezer évvel ezelőtt. Így van. Enter the karaoke box. Be a star in just 5 minutes. Pará, jobb vagyok, mint a Terminátor. Sőt, ha nem csal az emlékezetem, akkor egyszer volt egy ilyen dal. Hé, várj, megőrít engem ez a vágy. Kell, hogy várj. Ágyadhoz térdeljek talán. Mit tegyek, mondd, hogy megbocsáss. Igen, ezt mondhatnám a következő fax írójának, amely előtt nem Jamcsik Ádám, hanem Jamrik Ádám, nem tehetek róla, nem tudtam elolvasni, de egyébként olvashatóan írtam, Bujék. Szia előtt, Csilla vagyok Budapestről, nagyon tetszik a műsorod. Egy kérésem volna, Kazinc Barcikára küldenék egy dalt Csurinak, és üzenem, hogy vegye fel a telefonkagylót, és hívjon fel ezen a számon 397-0329. Ja igen, mindenki azonnal telefonáljon a 397-0329-re, mert buli van a telefonban, és ez egy valódi partivonal. Nyugodtan telefonálhatok reggel 5-ig is, 397-0329. A kérésem pedig az FLM, megdarálok még, vagy a Madonnától a Csodálatos Szigetek, köszönöm és boldog új évet kívánok mindenkinek. Remélem, hogy egész jól fogod érezni magad egész este. Kérjük, írjuk ki a képernyőre, 397-0329. Halló! Sziasztok! Szerbusz, te ki vagy? Én Németh Marian vagyok Bölcskéről. Marian? Igen. És honnan? Bölcskéről. Bölcskéről? Igen. Szerbusz, Marian Bölcskéről. Hallgatlak.
Hát egy számot kértem, Mr. Presidentet, csak azért mondom, hogy nehogy aztán elmaradjon. Micsoda rámenőség, kérem szépen. Mi az, hogy nehogy elmaradjon? Hát soha nem nem jó. Leesett. Leverted a kamerával a csodálatos közlekedő eszközömet. Nagyon szép. Nem tetszik? Levélben kaptam. Olyan szép. Van egy csomó ilyenem, és ezeket úgy szeretem, és mindig orra esnek. De hát ez így van. És akkor ilyen szárnya van meg orra is. Bologatni is tud. Tudod, hogy tud bologatni? Így. Most már igen. Néz jobbra, meg néz balra. Pontosítok, néz jobbra, meg néz balra. Úgyhogy szerinted hogy fogják őt hívni? Hát... Tamás. Tamás? Tamás. Jó, Tamás. Nem Tamásnak hívják? De biztos. Nem, Tamásos feje van, nem? Aha. Vagy adjunk neki más nevet. Előd. Károly. És ha előd lesz? Az nem jó, nem elődös feje van. Olyan feje van, mint Károlynak, nem? Van egy Király Károly nevezetű ismerősöm, aki pontos évvel írja a nevét. Mind a kettőjét. Na, szóval Mr. Presidentet akarsz látni, mi? Igen. Hát akkor jöjjön neked a Mr. President. Szia! Szia! A maha az 1995-ös nagylemez eladási listáinak összesített lista, amely szerint hiába mondjuk például, aki furcsálni fogja, hogy a Pszichoparti Száj, elnézést, Szóparti Száj című nagylemeze csak a 24. az ne csodálkozzon, mert azok a lemezek, amik az év elején jelentek meg, és mondjuk az egész évben sikeresek voltak azok, értelemszerűen sokkal jobb helyezést értek el, mint mondjuk például például az előbb említett Szóparti lemez, amely csak valamikor szeptemberben jelent meg, és ezért sokkal kevesebb időt tudott eltölteni a listán. Na jó, nem dumálok tovább. A 30. helyen egy rettentően előkelő zenekar, egy kevésbé előkelő helyen, mink a Take That, akik egy kicsit megfogytak, de nem törtek, sőt, meghódították az államokat, és a Never Forget című dalban azért még öten vannak együtt, de nem sokára itt az új kislemez videója, de ez még a Never Forget 30. helyen a Take That Nobody Else című nagy lemeze. Emlékszem, amikor először voltam Angliában, akkor ez a dal éppen sláger volt, és mentünk az autóval valahol Glasgow környékén, van egy skót barátom, aki meghívott magához, és akkor ott kolbászoltunk össze-vissza, és éppen ez a dal ment a rádióban, és ő rettenetesen utálta, de nagyon-nagyon-nagyon utálta, és átrakta egy másik rádióra. És aztán végig zongoráztuk a rádiót, és kiderült, hogy 5 különböző rádión megy ugyanez a dal, az egyiken éppen vége volt, a másikon kezdődött, a harmadikon konferálták, a negyedik ilyen éppen interjú volt az egyik taggal, és utána jött a dal. Szóval elképesztő, mekkora sláger volt. Egyébként a Take That Nobody Else című, nem ez a BMG kiadványa. A 29. helyen a Cranberries No Need to Argue, a Polygram kiadványa, a 28. helyen pedig Sipos Tamás Nincs Baj Bab című dala, illetve lemeze. Azért Nincs Baj Bab, mert hogyha valaki emlékszik a lemezborítóra, ott rá volt írva, hogy Nincs Baj Bab, és aztán a kezébe rakta rá az Y-t, és nagyon sokan azt mondták, hogy igen, igen, ez bizony a Nincs Baj Bab című lemez, ez viszont a Nincs Baj Bab című dal. Pará, a faxok közben jönnek ezerrel, de olyan szinten megállíthatatlanul, tessék, jött egy FLM-es fax. Itt vagyunk ketten. Csilla üzeni, hogy mindenki tegye le a kagylót, mert a Csuri nem tudja hívni, Csillánál ugyanis azóta folyamatosan csörög a telefon. Nem tehetünk róla, bemutat a telefonszámodat, viseld a következményeit, de most hagyjuk a faxokat, ugyanis ez még mindig a slágerlista. Mindig beleakadsz a repülőgépbe. Na tessék, mindegy. Szóval, ott tartottunk, hogy a 28. helyen volt Sipos Tamás Nincs Baj Baby című dal az EMI Quintől, a 26. helyen Ákos Indián táncol, a BMG-vel, 25. helyen pedig Chris Rea vagy Chris Rea, nem tudom, ezt sose tudom, ezt talán egyszer önmagától meg kéne kérdezni, The Best of Chris Rea, erről pedig a Looking for the Summer. Vagy Chris Rea vagy Chris Rea, de minden esetre a Best of lemezről szólt, a Warner kiadótól. 24. helyen a Szóparti Száj című nagylemeze, ami aranylemez státuszon túl van, már valahol, ja igen, most meg is jelent, ott tartunk, Szóparti Száj a BMG-től. 23. helyen Labouche Sweet Dreams, kevesen tudják, hogy a Labouche szájat jelent franciául, és azért nevezik a Labouche Labouche-nak, mert bizony az énekesnőnek meglehetősen erotikus szája van. Ám bátor a lányok szerint inkább a kopasz úriember, aki szexis, mindegy, ezen nem fogunk összeveszni. 22. helyen pedig John Larkin, azaz Catman John, aki 27-én vendégszerepel Magyarországon, hogy hol pontosan azt elfelejtettem, minden esetre 27-én Catman John Magyarországon, most pedig itt a császármorzsák slágerlistáján Catman John.
Kettman János a 22. helyen, 21. helyen a Faith No More, King for a Day, Fool for a Lifetime, 20. helyen az Alvajárok, De című 2. nagylemeze, és rögtön a 19. helyen az Álmok futók sebességrázó. Ők azért érdekesek, hogy egymás mellett állnak, mert az egyikből lett a másik. 18. helyen Pas de Deux Einstein, Jaj de fáj a fejem, 17. helyen Bon Jovi Crossroads, 16. helyen pedig ismét a Soho Party és a Pizza című nagylemez. Farkas, farkas a mezőn áll. A 8. helyen a Lárpur Lár társulat Vastyúk is talál Szeget című nagylemeze. 7. helyen Patika, tudjátok. Holnap indulok, nem kell, hogy elkísérj. 6. helyen Presser Gábor. A lányok olyan buták, a szívem még egyik se lát. Csak Dalok című nagylemez. 5. helyen Vangelis, aki Isten tudja, hogy hány éve, hány hete, hány hónapja, és pontosan hány másodperce tartózkodik a MASZ listán, nem tudom, egyszerűen kideríthetetlen, kideríthető, de most ezt nem tudjuk megcsinálni. A 4. helyen a Rednecks, Sex and Violence. Te? Nem tudom, mert a 2-est néztem. Ezer szerencsét. Ezer szerencsét. Na! Akkor te valamit szeretnél kérni, hogyha jól sejtem, és neked van egy meglepetésem, hogyha te azt akarod kérni, te nem azt akarod kérni, vagy hogy is van? Lehet, hogy elfelejtettem. Összekavarodtak a dolgok most bennem, akkor mesélj inkább. Mivel 96-ban vagyunk, és ez a kedvenc... Tudod, hogy mennyit hallok ebből? Ez tudod olyan, mint amikor az ember május 1-én felvonult, és annyit lehet hallani, hogy... Úgyhogy légy szíves egy kicsit értelmesebben. Mondd! Oké, így hallod? Próbáljuk meg. Na hát, mivel 96-ban, és a United Six a kedvenc zenekarom, ezért a Love Rage című számot kérem. Ja, értem, át bizony. You're my love religion, here's my... Ugye, így van? Valahogy így. Válhatná akár helyette is. Ki bír tovább hajolni? Akkor jön a United Six és a Love Religion. Szia! Hello! Szia! Jó reggelt kívánok! Te vagy a? Viki. Viki? Viki. Szervusz, kedves Viktória, honnan? Pannonhalmáról. Pannonhalmáról, kedves Viktória. Igen, tudom, te ki vagy. Várjál csak, tará, mindjárt. Orosházi Cannabis Club, másik Buda is jókívánságok, P-mobil számok, Csikos, Rózsaszín Párduc, E-17, lesz E-17, remélhetőleg üzenem a... Igen. Gratulálunk, Olajos. Itt van egy fax közben, nem felejtettelek el, csak itt össze-vissza csapkodok. Gratulálunk az új műsorhoz, ezt írják, de nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy Olajos Helga írta a faxot, plusz a mama. Olajos Helga 14 éves, a mama viszont 50 éves, és azért nézi a mama a műsort Olajos Helgával, mert csak így tud beszélgetni a lányával. Akkor bújjék mindenkinek, Prodigy Clip, lesz Prodigy Clip, üdvözlünk téged meg minden stílus, 18 tánc, sulist és gyakorló utcai közgazdasági suli, 2D. Etányait, az micsoda? Csilla és Csaba, bújjék mindenkinek, igen, Balázs küldte a, igen, Tábornok utca, mindjárt, fax között, ennyire sor került, fax között, de a Hobo Blues Band éjszakai Budapest, no comment, na mindegy, nem találtam meg azt a faxot, minden esetre rettentő sok faxot kaptam, igen, ezt tessék elolvasni, pará! Ez kell nekünk, nem a bokros csomag, műsorunk nem politikai, úgyhogy a faxot nem mutatjuk be, a tévében úgy döntöttünk, és... Nem sokára lesz elkérés is, úgyhogy ne tessék elfelejteni. De minden esetre beszéljünk arról, hogy te mit szeretnél látni, mert neked van egy meglepetésem, most már tudom. Igen, a Kim Nováktól kértem a Gyémántok című számot. Igen? Igen. Akkor van egy meglepetésem a számodra, mert most nem a Kim Novák Gyémánt című dal következik, hanem egy interjú a Kim Novákkal, exkluzív, csak mint csináltuk, csak saját magunknak. Meg persze, neked. Köszönöm.
ahol ülünk, ez az öltöző. Ahol játszani fogtok, az ezért ennél hangulatosabb hely. Mennyire szerettek ilyen kis klubokban, kis helyeken játszani? Hát igazság szerint szeretünk mindenhol játszani, de a Wigmam az különösen kedvenc számunkra, mert tulajdonképpen a zenekar azért az itt indult el, a Budapest élő koncerteken, és a közönség az ide szokott, tehát ez volt az első klubunk, ahová így már nagyobb nézőszám jött el, és amiről föllépetett a zenekar. Hát szeretjük azt, hogy jó nagy a színpad, mert elég sokan vagyunk, a mai koncerten, ha jól számom, akkor legalább 11-12-en fogunk föllépni. De hát a kis kluboknak is megvan a maga hangulata, kérdezi az embernek éppen mihez van kedve. A kis klubok Magyarországon azok tényleg iszonyatosan kis klubok. Szóval a pécsi Hard Rock Caféban akkor a színpad van, mint ez a három asztal így egymás mellé téve, és hát kész, szóval nem tudom, egyszer nem lehet elférni, szóval egy nagyobb ember vagy egy nagyobb gitár már így keresztben nem férne, szóval teljes őrület. Ez egy viszonylag nagyobb helynek számít, az egy nagyobb klub, szóval. Nekem bármilyen hely megfelel, az a lényeg, hogy eljönnek a fiatalok, és jót szólnak hozzám. Lehet ez egy kis klub, lehet egy stadion, mondjuk stadionban még nem játszottunk, de az a lényeg, hogy együtt vannak, meg mi is együtt vagyunk, eljátszhatjuk azt, ami számunkra fontos, és ők meghallgatják. Hogyha jó hangulaton egy kis klub, az ugyanolyan jó tud lenni, mint egy sportcsarnok. Remélem, hogy nagyon jó közönség ez, amit körülnézek, szerintem be fogják tudni fogadni a mi zenénket is, nem csak a Kim Novákét. De mondjuk nagyon nehéz a Kim Novák nyomába szegődni, de megpróbáljuk. A Kim Novákkal már régóta turnézünk együtt, tehát most a lemezbemutató turnén végig mi vagyunk az előzenekarok vidéken is, és most erre az alkalomra meghívtak külön minket. Milyen típusú helyre mennétek el ti szórakozni? Milyen az a hely, amit ti szerettek? Nekem hiányozni fog az A bizonyos értelemben, a tilos az A, ha már Budapestnél maradunk, mert egy nagyon sajátos hely volt, szóval a kezdeti időkben nagyon, szóval nagyon jó volt. Ezen kívül, hát a fene tudja, szóval túl sokat vagyunk így hivatalból idézőjelben ilyen rockklubokba, és ezért én nem igazán szoktam rockklubokba eljárni. Nézd, hát én azt gondolom, hogy miután az élő zene az egyre inkább kiszorul, és hát nagyon kevés helyen lehet igazából élő módon muzsikálni, holott azt látom, hogy az igény elég nagy rá. Én azok ott a helyeket szeretem, ahol élő zene van. Ez egy különleges világ, ennek megvan a maga hangulata. Nyilvánvalóan nem egy diszkó, és nem arról szól, hogy az ember este 8-tól reggel 4-ig ropja valamilyen gépzenére, és ott van, hanem egy egészen más hangulat, de mi ezeket a helyeket szeretjük. Nyilván foglalkozási ártalom. Van egy hely, elmegy az ember egyszer, mint mondjuk ő, most eljött először Kim Novákra, és aztán máskor eljön, mert hangulatos a hely. Hangulatos zenés, jó zenés, lehessen táncolni, és nagyjából ennyi, lehetne olcsó, de kicsit drága. Végül is, ahhoz, hogy valaki jól érezze magát, akkor nem azt nézi, hogy hol van. Nekem nagyon rossz kedvem van most, mert influenzás vagyok. De ez nem olyan nagy probléma, mert aztán majd biztos megjön a kedvem az egészhez. Úgyhogy most leginkább az lenne kedvem, hogy feküdni egy ilyen nagy ágyba és nézni a televíziót. De a zene az csodákra képes. Szerintem mi azon, szóval az a nagy szerencsénk, hogy mi ugyan idült kábítószeresek vagyunk, de az egyetlen legális kábítószert szedjük, és ez a muzsika. Tehát bízom abban, hogy a zene felszabadító ereje majd a vírusokat is kiűzi a szervezetemből. Hát nem azért játszanak, hogy befussanak, szóval hogy magukat játszanak a saját kedvükre játszanak. Első lemezüket ismerem, Tűz van babám címűt. Az jó, jó hallgatni. Szerintem jól énekel a srác. Tehát Novák Peti egész jó hangja. Lehet rá táncolni, bulizni. Nem az a zene, amit úgy otthon leülök, és akkor csak azt hallgatom, hanem inkább ilyen koncertzene. Előszilveszteri buli, ezt már tavaly is csináltuk, ugyan itt a Wigwamban nagyon jól sikerült, nagyon szerette a közönség. Ez tulajdonképpen egy ilyen rock cirkusz, mint ahogy a Kim Novák is nem egy zenekar, hanem a Kim Novák cirkusz. Fekete
Szóhaj! Halló! Halló, halló! Hú! Ember eltűnt a vonalból. Pedig nekem kellett volna. Ugyanis, na, megpróbáljuk még egyszer, és akkor nem lesz más a vonalban, mint ő, akit annyira várok, de hogy most mi jön, azt nem tudom, mert van kettő lehetőségem, és nem akarok bakot lőni. Pará, nem véletlenül szakítottuk meg adásunkat, csak azért, hogy bosszantsuk önöket. Halló! Van előtt, halló! Jó reggelt! Valóban... Hát is szép jó estét! Szép valóban azzal beszélek, Good akivel night. Én gondolom? Tessék! Valóban azzal beszélek, akivel én gondolom? Te... Pontosan! Tehát... A Vica vagyok. Szia! Linda? Ausztriából. Linda? Vica! Vica! És Ausztriából beszélsz? Ausztriából beszélsz? Pontosan! Az azt jelenti, hogy te vagy az első külföldi telefonálom. Gratulálok! Ezért kapsz tőlem egy mandarint. Gyere! Jaj, te ne valami, hogy kedvezem a margarint! Opa, kicsit összekentem az optikát, nem baj, szóval itt a mandarinom. Befáradsz érte a stúdióba, vagy küldjük el postán? Júj, ne postázz el, meg fonnyett. Nem postázzuk, minden esetre majd megeszem helyetted is. Helyes? Ó, szóval... sajze, konyó, mit mondjak? Megettem helyetted is. Hogy te Grazban nézed a műsorunkat? Nem Grazban, Vengrábenben. Hol? Bor árok. Vengráben. Aha. Az a baj, a hogy... A Burgerland. Én... Mit mond neked az a Burgerland? Burgerland az... Olyan szót sem tudok, mint németül, mint nincs festék. Na most, ha kicsit lassabban beszélsz, akkor még értem is. Egyébként Burgerland számomra a hamburger hazája. Hát ne hallom, hogy a Karib-tengerről jöttem vissza 7 hónap után, és még most sem. Angol, spanyol az megy, de német az egy szó sem. Németül sajnos annyit tudok, hogy excuse me, de az is angolul. Mindig rád emlékezett az A3-asról, láttalak, éjtelek. Igen? Tapintottalak, előd! Hát erre nem tudok mit mondani. Azt akarom kérdezni, hát hogy te... egyszer tudnám azt elérni azt, hogy ne juss szóhoz, de te, mint előd, ne nézz így rám, előd! Fú. Tará. Ezt megmondom őszintén, Clark Gable-től tanultam. Sőt, van egy másik. Mr. Spock, mond ez a név neked valamit? Mond. Star Trek. Akiknek nem mond semmit, Star Trek nevezetű sorozat, amelyben William Shatner, T.J. Hooker is szerepelt, de az én kedvencem Mr. Spock ilyen nagy hegyes füle volt, nem olyan nagy kerek, mint egyébként, hanem ilyen nagy hegyes füle volt, és mindig ezt csinálta. Ugye? Hány éves vagy? 27 éppen. 27-es. 27 éves vagy? Igen, 27 a legjobb kor. 27. Tessék? 27. Ó, nem csak németül, de angolul is jeles. Németül abszurd, de nem, nincs azt, festék. Azt nem mond nekem, hogy még latinul is beszélsz. Latinul nem, no, I don't know. Spanyolul? Ja. Yeah. Spanyolul annyit tudok, jó habla español. Sőt, olaszul tudod, mennyit tudok? Pedig Colosso, Sport Jersey. Tudod, mit jelent? Szuper. Tudod, mit jelent ez az Eperi Colosso Sport Jersey? Kihajolni veszélyes. Yeah. Sajnos nem tudok többet olaszul, ellenben németül sem beszélek, viszont... Tudod, mi a legjobb poén? Tessék? Spanyol valaki tud, akkor csak annyit kell mondani, hogy yo soy húngara, no loco. Szóval én magyar vagyok, és nem hülye. A no loco az azt jelenti, hogy nem vonat vagyok. Nem vagyok hülye. Mert itt a, no loco. Ez arra szolgál, hogy a lokomotív LGT rajongók egész európai világunióját úgy hívják, hogy Loco, és a spanyolországi klubot is Lokonak hívják, és akkor ez annyit jelent, hogy jó habla ungerese, no Loco, és ez annyit jelent, hogy én magyar vagyok, nem pedig LGT rajongó. Ez se poén. Az a helyzet, hogy szeretném, hogyha továbbra is velünk maradnál, és néznéd a műsort. Én mindig veled vagyok. Én egyik kedvenc magyar zenekarom következik. Na és? Őket tudják, hogy populár, és olyasmit fognak tenni az elkövetkezendő egy hónapban, amit magyar zenekar ritkán csinál, legalábbis mostanában, különösen abban a stílusban, amit ők játszanak, sőt, nem is sok ilyen magyar zenekar van, ők ugyanis technopopot játszanak, nem a diszkos fajtából, hanem abból az ősi, depes módos fajtából. Most mondd, mert lemaradtam fél évvel. Tessék? Lemaradtam fél évvel. Igen? Hogy? Hát fél évig kim voltam. Na tessék, viszont ők turnézni fognak. És hol?
Hát a legelső állomás holnap lesz a Sotén este 8-kor, nem is, 9:30, valahogy így. 10-kor játszanak holnap este a Sotén, és játszanak még egy csomó helyen az ország összes...